A szezon eddigi 15 versenye után következhet a motorsport egyik legkeményebb világbajnokságának utolsó fordulója. Ezúttal a brit tél kényezteti a versenyzőket, de gondot jelenthet a viharos szél, zápor, életveszélyes árok, sártenger és köd is, hogy a csúszós hegyi utakról már ne is beszéljünk. A szezonzáró kemény futam lesz, legyen szó újoncról vagy tapasztalt profiról. Az egyik híres profi versenyző idén még nem tudott futamot nyerni. Számára ez az utolsó lehetőség, hogy megmentse a becsületét. A ralik világa színfalak mögött. Nagy-Britannia az utolsó esély. A Subaru csapata 17 éve kapcsolódott be a versenysorozatba. Azóta még sohasem volt ennyire sikertelen szezonja. Még nem volt ilyen rossz idényünk. Ilyet még nem tapasztaltam. Az elmúlt évtizedben a csapat 6 bajnokságot nyert, és nem volt olyan szezon, amiben nem nyert volna futamot. Fájdalmas lenne, ha győzelem nélkül fejeznénk be a szezont. A Britrali az utolsó lehetőség a szépítésre, és ez a csapat norvég sztárjára, Petter Solbergre is vonatkozik. Még Petter egy kudarcokkal teli idényt tudhat maga mögött, a francia Sébastien Loeb egész évben remekelt. Bár egy kartörés miatt 3 futamot is kihagyott, a pilóták között már övé a bajnoki cím. Marcus Grönholm a második helyen áll, és mivel Loeb a Britralin sem indul, a Fordos Phil lesz Petter legfőbb ellenfele. Ezúttal nem csak a győzelem a tét. A Subarunak idén ez az utolsó esélye arra, hogy kiküszöbölje azokat a műszaki problémákat, amik az egész szezonban kísértették. Már az idény első napja is balul sült el. A Monte Carlói futamon a Subaruból elfolyt az olaj, így Petter már az első napon kiesett. További műszaki problémák és defektek miatt Petter sem Mexikóban, sem Argentínában nem tudott győzni. A műszaki hibákat fokozatosan kijavították, ám ekkor egy még komolyabb tervezési hibára lettek figyelmesek. Az alkatrészek gyors egymás utánban megadták magukat, így Petter egész évben lassabb volt a riválisainál. Az autó rejtélyes viselkedésének okát nem sikerült pontosan kideríteni, ezért a tervezési igazgató Steve Farrell kígyónak kezdte becézni a hibát. Olyan, mintha egy dzsungelben törnénk előre. Sokszor azt hisszük, hogy végre kiérünk egy tisztásra és megoldottuk a problémát, de aztán mindig a dzsungel sűrűjében találjuk magunkat. Többször is felmerült, hogy talán a futómű, a kormánymű vagy a váltó lehet a baj forrása, de a kígyót hónapokig nem sikerült egyértelműen azonosítani. Miközben Steve nyomozó munkát végzett, Petter a tudása legjavát nyújtva megpróbálta gyorsabb haladásra bírni a kocsit, aminek rendszerint nem lett jó vége. Petter kétségbeesetten próbálta visszanyerni régi formáját, de a kritikusok azzal vádolták, hogy mint pilóta kezd kiégni. Ebben a csapatban nem lehet kiégni. Ebben a katasztrofális szezonban a gumiszállító Pirellivel folytatott állandó vita már csak hab volt a tortán. Elérkezett az idény fináléja. A Subarunál rossz a hangulat és kevés a küzdeni akarás. Ám a csapat egyik tagja és egyben első számú pilótája elhatározta, hogy bebizonyítja, hogy a Subaru még mindig ütőképes. Nagyon várom már ezt a futamot. Ha esetleg sikerülne így győzni, az a csapatnak meg nekem olyan lenne, mintha megnyernénk az egész világbajnokságot. A Subaru csapatának Bambori főhadiszállásán az utolsó simításokat végzik a Britrali előtt. Steve Farrell és mérnökei hónapok óta próbálják kideríteni a kígyónak keresztelt mindig máshol felbukkanó műszaki hibát. Most úgy néz ki, hogy sikerrel jártak. Megtaláltuk a probléma igazi okát, és a japán futam óta a gyakorlatban is alkalmaztuk az elméletet. Úgy tűnik, most végre minden összeáll. Steve egy ritka a súrlódással kapcsolatos hibát talált az autó futóművében. Hogy sikerül-e elkapni a kígyót, az majd csak futam közben derül ki, de ha tényleg kezelték az alapvető problémát, akkor a csapat sikeres hétvége elé néz. Ez lehetne a szezon tetőpontja. Ezen a rallin bebizonyíthatjuk, mire lettünk volna képesek Monte Carlóban. Ha valaki képes feltámasztani ezt a csapatot, az a norvég sztárpilóta Petter Solberg. A legtöbb bajnokhoz hasonlóan Petter keményen megdolgozott a sikerért. 10 évesen összekapart egy kis pénzt arra, hogy lestrapált autókat újítson fel a családi ház garázsában, amikkel később különböző futamokra nevezett be. A nagy áttörés 96-ban történt, amikor a bátyja Henning nagy butaságot csinált. Egy rali alkalmával kölcsönadta a második kocsiját Petternek. Kölcsön kaptam a bátyám kocsiját, egy A-csoportos szelikát. Jobban mentem, mint ő, és jobb helyen is álltam. Aztán szanaszét törtem a kocsiját. A nagy bukás ellenére Petterre azonnal felfigyeltek, és ezután már nem volt megállás. Elküzdötte magát a csúcsra. Egy ideig a Forddal versenyzett, aztán 2000-ben aláírt a Subaruhoz, és 3 évvel később világbajnok lett. A norvég nem csak hogy jó pilóta, de minden képessége megvan ahhoz, hogy újra bajnok legyen. Képes tervezőként gondolkodni, autószerelésben is jártas. Erre a tudására idén sokszor volt szükség. Néha a küzdőszellemből sincs hiány, bármi is történjék, mindig győzni akar. A Britralit az elmúlt 4 évben ő nyerte meg. Az idei forduló megint új életet akar lehelni a csapatba. Elhatározta, hogy az utolsó kilométerekig küzdeni fog. Még anyukám tanított arra, hogy minden reggel megerősítsem magamban a hitet, hogy én vagyok a legjobb, és én fogok győzni, ha esik, ha fúj. Meglátjuk, hogy az autó mennyire lesz a segítségemre. Az idei futamra 111 csapat nevezett be. Ebből csupán 18 versenyez profi szinten az élbolyban. A többi autó bár nem olyan gyorsa, de közöttük is ugyanolyan komoly verseny folyik. Sok a fiatal, feltörekvő pilóta is, mint például a 22 éves brit Kevin Davies. A hozzá hasonló ifjak a jövő Petter Solbergjei akarnak lenni. 13-14 éves korom óta foglalkozom rallival. Az iskola után a haverokkal mindig megkínoztunk egy régi autót. A környéken ralliztunk vele, és jókat faroltunk, sodródtunk meg ilyenek. Azóta a szenvedélyem ez a sport. A csapatot Kevin családja és barátai alkotják. Olyanok, mint a Subaru Rally VB-s csapata, csak kicsiben. De a két csapat autója között nagy a teljesítménybeli különbség. Az autók értékét sem lehet összehasonlítani. Munkaerő és tőke tekintetében is vannak eltérések. De a cél ugyanaz, a győzelem. Nem sokára megkezdődik a Welsi futam, ezért Kevin is a környéken futja az utolsó próbaköröket. Kevin csak 12 próbanapot tud megfizetni egy évben, így megpróbálja lehető legjobban kihasználni a rendelkezésére álló időt, hogy valamivel jobb legyen a mezőny másik 12 fiesztásánál. Példaképéhez Petter Solberghez hasonlóan ő is tudja, mennyire fontosak az olyan apró részletek, mint például a fényszóró beállításai. A középső kettő a tiszta búrás. Azok elég nagy távolságot világítanak be. Az oldalsó kettő meg az út oldalára veti a fényt. A Subaru még a futam előtti napon is tesztelni fog. Kevin nem kockáztathat ekkorát. Ha valami elromlik a kocsiban, nincs elég embere egy gyors javításhoz. Ma az utolsó apró beállításokat is véglegesíteni fogja, még akkor is, ha éjszakába nyúlóan kell folytatnia a tesztelést. A Britralit Dél-Walesben rendezik, Swansea és a főváros Cardiff környékén. Az út kanyargós, murvás szakaszokból áll. A pilóták dolgát hatalmas árkok és dagonyázók nehezítik. Ez a pálya mindig csúszós és sáros, nem egy könnyű ralli. Már az is jó, ha sikerül az úton maradni. A futam 17 gyorsasági szakasza összesen 356 kilométert tesz ki a 3 nap alatt. A pilóták ezen kívül 850 kilométert teljesítenek a Svenszi szervizpark és a gyorsasági szakaszok között. A Shakedown nevű edzést egy nappal a futam előtt rendezik meg. A rali előtt ez az utolsó lehetőség a próbákra. 5, 4, 3, 2, 1. Steve így győződhet meg először arról, hogy valóban sikerült elkapni a kígyót. Ezen a rallin már a célegyenesben vagyunk. A problémák 90%-át orvosoltuk. Persze Steve csak a rali 356 kilométerének teljesítése után lehet biztos abban, hogy a kígyót sikerült ártalmatlanná tenni. Petter minden esetre alaposan próbára teszi az imprezát, amit aztán átad a készenlétben álló 16 szerelőnek. A szervizpark másik felében Kevinnek és navigátorának, Sean O'Gormannek nincs annyi szerelője és alkatrésze, hogy megkockáztasson egy tesztnapot. Kevinnek már az is nagy munka volt, hogy versenyzési engedélyt szerezzen a szervezőktől a kocsijára. De Petter is így kezdte. Kevin célja, hogy legyőzze vetélytársait, és akkor talán felfigyel rá egy nagy csapat. A kocsit megnézték a szervezők. Azt mondták, minden rendben, úgyhogy biztosan rajthoz fogunk állni. A futam első napjának hajnalán rali rajongók hada kell útra. Egyesek gyalog, mások kétkeréken közelítik meg a délelőtti gyorsasági szakaszok helyszínét. A nézőseregben ott van a tekintélyes létszámú Petter Solberg rajongótábor és a valamivel kisebb Kevin Davies rajongótábor is. Mindkettő azt a helyet keresi, ahonnan a legjobban lehet majd látni a szédületes tempóban száguldó autókat. A szervizparkban a Subaru tagjai a reggeli felkészülés legfontosabb részén tanakodnak. Éppen gumit választanak. Az út vizes, sáros és csúszós, nehezen autózható. Bármilyen gumival is szereljük a kocsikat, a pilóták úgyis azt mondják majd, hogy másik kell. De most elég jó gumikat választottak. A hosszú sáros gyorsaságikra jól tapadó és aránylag nagy élettartamú, közepesen kemény gumikat szerelnek fel. Petter és Welsi navigátora Phil Mills számára eljött a nagy pillanat. A feladat egyszerű. Legyőzni a rivális Grönholmot és megszerezni az első helyet ezen az esős és szeles futamon. A rali első 3 szakaszát a szervizparktól 25 kilométerre, a Swansea-től keletre fekvő hegyekben rendezik. Petter stratégiája nyilvánvaló. Már az első szakaszon is a maximumot kell nyújtania. Öt kilométer után Petter ideje a legjobb. Ő vezeti a mezőnyt, de az egyik hajtűkanyarban lefullasztja a kocsit. A csapat a GPS rendszer adataiból értesül a fejleményekről. Petter elakadt valahol, ezzel 8 másodpercet vesztett. A kezdeti lendület megtört, és Petter elvesztette az első helyét. A következő 2 szakaszon alig tud lépést tartani a finn vetélytársával. Valami megint nem stimmel. Vagy a kocsival, vagy Petterrel van valami baj. A délelőttöt a második helyen zárja, fél perccel Grönholm mögött. A déli szerviz alkalmával talán kideríthetik, mi a gond. Mire visszatér a szervizpark ellenőrző állomásához, Petter már megtalálta a hiba okát. A Pirellisekkel egész évben feszült volt a kapcsolat, és a sztárpilóta megint őket hibáztatja. Szerinte sokkal jobban ki kellett volna vágni a gumikat. Én több helyre kértem vágást, nem tapad eléggé. De Petter megint csak a tervezők csapatára számíthat, a kocsit nekik kell rendbe hozni. Steve egy éve üldözi a kígyót, és már kezdi unni a kilátástalan küzdelmet. 3 szakasz után legszívesebben bedobná a törölközőt. Az első nap délelőttjén vagyunk túl. Az eredményünk elmaradt a tervezettől. A kocsi nem elég gyors. Végig Grönholm diktálja az iramot, és nekünk nincs olyan autónk és gumink, amire a Ford elleni küzdelemben szükségünk lehetne. Steve-vel ellentétben Petter, a tervező, nem adja fel olyan könnyen. A 30 perces szerviz előtt változtatások egész sorát rendeli el. Jobban tapadó gumikat és hatékonyabb váltót követel, és amikor csak lehet, lelket önt a csapatba. Jók vagytok! Szép volt, fiúk! Petter folytatja az első helyért folytatott küzdelmet. A 80 autóval Petter mögött a független csapattal induló Kevin Davies nehéz nap előtt áll. Kétkerék meghajtású Fiestájának a sáros murva nehéz útfelületnek számít, ráadásul a mezőny nagy része már alaposan felszántotta az amúgy is rossz talajt. De Kevin nem tágít. Az első szakasz után ő a leggyorsabb Fiestás. De a harmadik gyorsaságin az autó rázkódni kezd. A nehéz útviszonyok miatt tönkrement a jobb hátsó gumi. A kocsi már csak a felnin gurul, és bár a szakaszt még nem teljesítették, kereket kell cserélniük. Három perc múlva Kevin már folytatja is a szakaszt. A kerékcsere egész gyorsan ment, de a 7. helyről a 13-ra estek vissza a Fiestások között. Petterhez hasonlóan Kevinnek is fel kell zárkóznia. Petter mindent megtesz, hogy behozza a Grönholmmal szembeni 35 másodperces lemaradását. A beállítások módosítása és a gumicsere úgy látszik megtette a hatását. Petter egyre magabiztosabb és egyre gyorsabb. A 6. szakaszon kiválóan autózik. Figyeljétek az utolsó rész idejét. Nagyon jó lesz. Petter megnyeri a szakaszt, és 26 másodpercre csökkenti Grönholm előnyét. Egész szezonban az oldalvonalról figyelte az eseményeket, de most végre egyenrangú ellenfél. A navigátorával, Phil Mills-el egyetemben a mainál még jobb eredményeket vár. A holnapi gumikkal meglátod, milyen jók leszünk. Igen, igen. Egész más lesz. Ezúttal büszkén térhetnek vissza a Subaru szerelőállásába. Petter ismét önmagát adja, és mindenki arcára mosolyt varázsol. Ez jó volt. Most nagyon elégedett vagyok. Olyan, mint a régi szép időkben. Csak kellene még pár ilyen szakasz. Ő mindig hajt. Most az igazi Pettert láthatjuk. Idén még nem láttuk ilyennek, de voltak olyan szezonok, amikor végig így viselkedett. Nagyon elégedett vagyok. Főleg ezzel az utolsó szakasszal. Nagyon jó volt. Egy jóval szerényebb szerelőállásban Kevin is lelket önt a csapatába egy nehéz nap után. A délutánnal nem volt gond. Az utolsó két gyorsaságin nagyon vigyáztunk, mert a többi kocsi már jó mélyre kitaposta a nyomvonalat. A padlólemezben találtunk is egy lyukat, de most nincs olyan hiba, amit ne tudnánk megjavítani. A rendelkezésre álló 45 percben a szerelők keményen dolgoznak, hogy a fiatal pilóta másnap is rajthoz tudjon állni. Petter ekkor már a szállodában ecseteli a másnapi taktikát, ami nagyban hasonlít az előzőekhez. Mindent bele fogok adni. A beállításokon nem változtatunk, és nagyon keményen fogunk menni. Remélem, meg tudjuk előzni Marcust. Remek finálé lenne a szurkolóknak és a csapatunknak is. Készen állok arra, hogy holnap nagyot kockáztassak. A Subaru csapata korán érkezik a Britrali második napjára. Petter már kidolgozta a taktikát arra, hogyan lehetne behozni Marcus Grönholmot. Lélektani szempontból nagyon fontos, hogy még ma délelőtt néhány másodpercre megközelítsük. Nagyon kell az a pár másodperc. Már az első szakaszon rá fogok ijeszteni. A szombati szakaszok helyszíne 50 kilométerre a Service Parktól a Brecon hegység lábánál található. Ígéretéhez szíven Petter keményen kezd, és megpróbál mindent kihozni a kocsiból. És nagyokat kockáztat. Ez az árok sokkal nagyobb időveszteséget fog okozni, mint a tegnapi újraindítás a hajtőkanyarban. Jó fejek. Oké, meg vagyunk. Szuper. Szedjük össze magunkat, oké? Emelkedünk, jobbra tarts. Bal négyes gáz, szűkül. Kettes. De a csapatnak egyre rosszabbul áll a szénája. Ahelyett, hogy a tervezők közvetlen Pettertől hallanák a részleteket, rádión kell hallgatniuk, ahogy a pilóta az autót hibáztatja. A második hely is oda. Mi történt? A rajtól kezdve nagyon keményen nyomtam, és hibáztam az emelkedőn. Alulkormányzott volt a kocsi, és ennyi. Elakadtunk. Elakadtunk. Paul szerint nem így kellene lelkesíteni a csapatot. Magát kellene hibáztatnia. Volt nehéz lesz meggyőzni arról, hogy műszaki hibáról van szó. Nem a kocsival van baj. A szakasz többi részén hibátlan volt. A következő két gyorsaságin Petter hibátlanul autózik, de összesítésben az első helyen álló Marcus Grönholm már egy egész perccel jár előtte. Ideje új terveket szőni. Kevin, az ifjú pilóta, szintén a tegnap elvesztett másodperceket próbálja behozni. A hetedik szakaszon megpróbál az összes fiesztásnál gyorsabb lenni. De Petterhez hasonlóan lehet, hogy túl sokat kockáztat. Bal négyes! Jobb hajtű! A francba! Jobb hajtű! A francba! Jól vagy? Gyerünk, fiúk, fordítsátok vissza! Gyerünk! Kevin csak a nézők segítségével maradhatott versenyben, akárcsak Petter. Ám az esettel 6 percet vesztettek, és betört a szélvédő is. Kevin még 2 szakasz teljesít úgy, hogy alig lát ki a kocsiból. Ennek ellenére némelyik egyenesben 130 km/h-val szágult. A délelőtti eredmény csalódás számára. Az osztályában 13 indulóból csak a 9. lett. km/h arrébb Petter még mindig kifogásokat keres. Hosszú jobbos volt, és nem volt benne semmi különleges. Aztán elkezdett sodródni, és nem lehetett visszahozni. Paul nem kíváncsi a mesére. Nézzük a következő szakaszt. A norvég szerint részben a kocsi a hibás, mert a gumik nem tapadtak eléggé, de a csapatfőnök hozzáállása láttán inkább vállalja a felelősséget. A Welsi futamot meg akarod nyerni, sokat kockáztatsz? Ez biztos. Túl sokat? Igen. Petter folytatja a munkát. Ifjú kollégája Kevin is visszatér a rémálomhoz hasonló offroados élményből. A javításra engedélyezett 30 perc ezúttal nem biztos, hogy elég lesz ennek a kis csapatnak. Minden attól függ, hogy ki tudjuk-e cserélni a szélvédőt a rendelkezésre álló idő alatt. A szerelők lázas munkába kezdenek, Kevin pedig nem a kocsit, hanem az itinert kezdi hibáztatni. Nem volt jó az itiner. Másodszor is végigmegyünk, és akkor már jónak kell lennie. Volt egy bal 2-es és egy jobb 2-es. Aztán hirtelen jött egy jobb 8-as, amihez már nem tudtam eléggé lelassítani, és egy árokban végeztük. Épp hogy sikerült kikecmeregni onnan. Akárcsak példaképére Petterre, Kevinre is rájár a rúd a Britralin, mint ahogy az autóra is. Még Kevin húga, a Keryl is besegít, hogy kész legyenek. Az éppen hogy elkészült, lestrapált autó még rajta van a szerelők vérnyoma, amikor Kevin elindul a következő gyorsaságira. Fél óra nem valami sok, de nagyjából összeraktuk. Petter lemaradása 1 perc, így nincs más választása, mint hogy próbára tegye a kocsi tűrő képességét. Minden másodperc számít. Petter egy kis oszlopnak ment neki, ugyanannak, ami 2 évvel ezelőtt Grönholm futamának is véget vetett. Vajon Petterék is kénytelenek feladni a versenyt? A francen némek! Defekt! Nem, sokkal rosszabb, elszállt a kormánymű. Menjünk lassabban, csak teljesítsük a szakaszt. Valami eltört a kormányműben. Lehet, hogy összekötő rúd. Marcusnak is azt tört el, amikor neki ment. Megálltok és kicserélitek? Sok időt fogunk veszíteni. Igen, megállunk. A következő gyorsasági rajtja 8 kilométerre van, és 20 perc múlva ott kell lenni, ezért csak egy gyors javításra van idő. Petter a szerelő akcióba lendül. A kormányműben valóban eltört valami. A csapat egy ideiglenes megoldást próbál kitalálni. Ott lesz eltörve. Azt mondta, látja, hogy ide-oda mozog. Van nálunk néhány alkatrész a különböző javításokhoz. Megállnak és megpróbálják összetákolni a kormányművet. Meglátjuk, ez mire lesz elég a gyorsaságin, de a kormánymű elég fontos alkatrész. Biztosan erre mozog, de eltarthat egy ideig a rögzítése. Mi lenne, ha műanyag bilincset tennétek rá? Tegyetek rá 2 nagyot a nyakra, aztán csavarozzátok a kereszttartóhoz. Tudjátok hová, ugye? Érted, amit mondok? A csapatfőnök Paul félretette a délelőtti nézeteltérést, és kitart a pilótája mellett. Még mindig dobogósok vagyunk. Beszéltem Petterrel, elmagyarázta a helyzetet. Most ő hibázott, de hát ilyen a rally. Most csak a dobogós helyre összpontosítunk. Elképesztő, hogy ebben az évben milyen nehézségekkel néztünk szembe. A gyors javítás után Petter időben tudja megkezdeni a 12. szakaszt. A csapat izgalmas percek elé néz. Petterék 18 kilométeren át egy olyan kormányművel fognak száguldozni, amit 2 műanyag bilincs tart össze. Ha valamelyik elszakad, vége a futamnak. Pettert ez nem tartja vissza. 11 perc múlva célba is ér, de egy újabb perccel nőtt a hátrány a Grönholmmal szemben. Rossz kormányművel vezetni egy ilyen csúszós szakaszon nagy esőzések után. Milyen volt? Nem könnyű. Holnap behozod a lemaradást? Majd meglátjuk. Az új szélvédővel Kevin jobban boldogul, mint Petter. Defekt, szaltó és piruettek nélkül halad előre. A délutáni 3 szakaszon a fiesztások között ő a 3. leggyorsabb, és a 9. helyről a 7. jön fel. A Service Parkban a szerelők nekiállnak lecserélni Petterék kormányművét. Amikor egy rally pilóta kárt tesz a kocsijában, mindig megpróbálja megjavítani. Petter nagyon jó szerelő. Itt tört el a szerkezet. Itt, meg itt. Ez az oldal stabil maradt. Ez a fele viszont ide-oda járt. Ezért a kerék is kóvágott. A kormányon is ezt érezte. Ez itt az oszlop, és ahogy ez forgott, az egész kormánymű fel alá járt. Mondtuk neki, hogy tegyen rá műanyag rögzítőket, ami ideiglenesen össze tudja fogni a szerkezetet a kereszttartóval, és úgy nem mozgott össze-vissza. Az új kormányművel Petter autója készen áll az utolsó napra. Marcus Grönholm előnye viszont már 2 perc. Petternek csak akkor lehet esélye, ha hibázásra készteti a fint. Holnap megpróbálunk harmadikok maradni. De ha az első 2 hibázik, ott leszek és azonnal átveszem a helyüket. Jó lenne, ha hibáznának. Meglátjuk, mi lesz. Amit a sors hoz. Petter 5000 kilométeren át küzdött az idei szezonban, az utolsó 112-n sem fog lazítani. Elérkezett a Subaru katasztrofális szezonjának utolsó napja. Gyönyörű idő van egy kis vasárnapi kocsikázáshoz. Tipikus Welsi idő. Mondtam, hogy csak a záporok között szokott esni, úgyhogy nem gond. Phil nyugalma távol áll a Pirelli sátrában uralkodó feszültségtől. A gumit szállító cég most egy újfajta akadállyal nehezíti a Subarusok dolgát. A mai szakaszok a szokásosnál is sárosabbak lesznek. A gumik csak akkor fognak tapadni, ha sűrű mintázatot vágnak beléjük, de a művelet túl sokáig tart. 20-30 percbe került, amíg megvitattuk, hogy milyen bevágásokat szeretnénk. A Pirelli nem akarta annyira megvágni a gumikat, amennyire a pilóták és a Subaru egész csapata. Végül megállapodtunk egy köztes megoldásban. Utána viszont hallottuk, hogy még több eső lesz a szakaszon, úgyhogy ez a gumi még mindig nem lesz elég jó. Ilyen útviszonyok között sokkal több vágásra lenne szükség, de az idő elfogyott. Hol a sofőröm? Petter gumia nem fog megfelelően tapadni, ami valószínűleg az idő eredményén is látszani fog. A szezon utolsó gyorsasági szakaszait Svenszi-től 40 kilométerre északra a murvás utakon rendezik. A hosszú szakaszokat megsínyli az autó. Petter kezében megint ide-oda jár a kormány, mint kiderül, egyszerre két defektet is kaptak. Szerencsére a gumi belsejében egy erős habanyag van, ami egy ideig a kiukadt gumiban is bent tartja a levegőt, így nem kell lassítani. Csodával határos módon Petter még a defektekkel és a nem megfelelő mintázatú gumival is megnyeri a gyorsaságit. Pótkerékből csak egy van, így az egyik gumi a következő szakaszon is lyukas lesz. Ha a belső habanyag elszakad, Petterék feladhatják a futamot, tehát az utolsó napon se fognak unatkozni. A rajtig lassan menjünk. De Phil, fel kell melegíteni a gumikat. Csak a bal hátsó miatt aggódom. Phil, nem számít, ha szétmegy, szétmegy. Új nap, új járok. Gyorsan, gyorsan! Új munka a nézőknek. És újabb 30 elvesztett másodperc. Sokat vesztett. 20 másodperc ment el. Petter tovább harcol, de csak a harmadik helyen áll, és a hátránya 2 perc Grönholmmal szemben. Ez mitől van, Phil? A bal hátsó gumitól. Beértünk 16:54. Defektet kaptunk, kipördültünk, elakadtunk. Oké, Phil, vettem. Ez a délelőtt is reményteljesen indult, de balszerencsésen végződött. És a Subaru pokoli szezonjának még mindig nincs vége. A Britralin Petter Solberg ismét bebizonyította, hogy bármi is történjék, ő nem fogja feladni a küzdelmet. Ám ha dobogón akarja befejezni az idényt, megfelelő gumira van szüksége. Ezért a Pirelli sátra felé indul. Amikor odaér, nem hisz a szemének. A gumit a Subaru csapatfőnöke Paul Havarsz vágja. Az eset kiválóan összegzi Petter szezonját. Legalább jó kezekben van a gumi. Paul új munkát talált. Mindenre képesek vagyunk, hogy jó gumit kapjanak. Nagy munka és kevés rá az idő. Nagyon sokat kell vágni, ami nem 2 perc. Ilyenkor nincs más választásunk. Az óra ketyeg. 6 perc maradt 4 kerék kivágására, ami éppen hogy elég. Phil és Petter beül az autóba. Mindjárt el kell indulniuk az ellenőrző pont felé. Kerék nélkül viszont még a Subaru sem tud menni. A Subaru szezonjának utolsó néhány szakasza következik. Paul a megfelelő eszközöket próbálja biztosítani, hogy Petter jó helyen tudja befejezni az idényt. Kevesebb, mint 1 perccel az idő lejárta előtt végül sikerül elindulni. Az ifjú Kevin nagy lendülettel kezdi meg a rali utolsó szakaszait. Napközben már az 5. helyre küzdötte fel magát. Nagy hajrát indít, és egy szédületes utolsó szakasszal a 2. helyen végez a fieszták között. Bár legalább akkora műszaki problémákkal küzdött, mint Petter, Kevin nem adta fel még az utolsó kilométeren sem. Bebizonyította, hogy megvan benne az, ami a győzelemhez kell. A Welsi fiú büszkén tér vissza a szerelőállásba. Egy ilyen hosszú rallin nem rossz hely. Még sosem kínoztuk ennyit ezt a kocsit. Jó eredmény. Kevinre a média is kezd felfigyelni, ami egy újabb apró lépés a nagy szerződés felé vezető rögös úton. Ez jól fog esni. Petter közben azt csinálja, amihez a legjobban ért, a maximumot hozza ki az autóból. A győzelem vagy akár a 2. hely már szinte elérhetetlen számára. A nehézségek ellenére a Subaru az esős és szeles Welsi futamon nagy előrelépést könyvelhet el. Petter ugyanis ismét a tőle megszokott iramot autózza, és az utolsó 2 szakaszt megnyeri. A kipördülést leszámítva a rali VB idényének utolsó napján ő a leggyorsabb. Megcsináltuk, beértünk! Köszönöm. Köszönöm a szezont. Ezt az idét is letudtuk. Hát nem volt a legjobb. Hát nem. Az eredmény nem a legrózsásabb, és elmarad a várakozásoktól. De a Subaru csapata ismét ütőképes. A kígyót sikerült elkapni, és Petter jövőre már felveheti a versenyt a nagy riválisokkal. Nagyon kellett volna az a délelőtti szakasz is, de hát ez van. Sok minden történt ezen a rallin. Végül 3. lettünk, és jó érzés, hogy dobogón állhatunk az utolsó futamon. A csapat hihetetlen szezonja ezzel véget ér. A Rally VB futamain elképesztő műszaki hibák egész sorával kellett megküzdeni. A sok bal szerencse egyeseknek az állásába került. Petter kitartóan harcolt a jó eredményért. Paul az új főnök elkezdte újjáépíteni a csapatot. A mérnökök vezetője megoldotta a műszaki problémákat. A csapat pedig bebizonyította, hogy alkalmas a feladatra, és vissza tudja magát küzdeni a Rally VB dobogójának legfelső fokára.